Sziasztok, Anzsi vagyok. Úgy gondoltam, a mai videómban egy tojásos receptet fogok nektek mutatni. Ennek a neve egy tojásos sonkatorta. Kicsit hasonlít a rántottára, de egy kicsit azért annál több, mint egy rántotta. Lássuk ezt a sonkatortát, hogy hogyan is fog elkészülni. Ahogy ez általában a tortáknál lenni szokott, lesz először egy tészta alapunk, aztán pedig jön bele a töltelék. Szóval, amire szükségünk lesz a tésztához, az 25 deka liszt, 12,5 deka vaj, egy tojás, töltelékhez pedig 30 deka füstölt főtt sonka. Én ezt most ilyen felvágott sonkával oldottam meg, én ezt nagyon szeretem, de akinek ez a megoldás nem tetszik, az nyugodtan használjon normális sonkát. Egy fej vörös hagyma és 2 fej lila hagyma, 3 deciliter tejföl, 2 darab tojás, egy kis kanál só, egy kis kanál bors és egy kis kanál petrezselyem. És 1 deciliter olaj a sütéshez. Az egészet azzal kezdjük, hogy a lisztet elmozsoljuk a vajjal. Hogyha ezzel megvagyunk, hozzáadjuk a tojást. És egy nemű tésztává gyúrjuk. Hogyha ilyen szép tészta lett, akkor fél órára mehet be a hűtőbe. Amíg a tésztánk hűl a hűtőben, addig elkészítjük a tölteléket. Először is felhevítjük az olajat. Hogyha az olaj már meleg, ráöntjük a hagymát és megfuttatjuk. Kicsit megfutott, ami annyit jelent, hogy kicsit ilyen üveges-szerű lesz, kicsit átlátszós. Akkor rádobjuk a sonkát és együtt pirítjuk őket körülbelül 5 percig. Amikor már kicsit ilyen sültebb állaga van, mehet rá a só, bors és a petrezselyem. Kicsit összekeverjük és megszórjuk vele. Amíg ez süldögél, összekeverjük a tejfölt a tojásokkal. A tojásokat kicsit felverjük, és belöntjük a tejfölbe. Jól összekavarjuk. És most, amikor már kicsit megpurult, hozzáöntjük a tejfölös tojást. Hogyha a tésztánk szépen lehűlt, akkor kinyújtjuk. Előveszünk vagy egy pitaformát, vagy egy csatos tortaformát, és abba fogjuk belenyújtani, úgy, hogy széle is legyen, ugye, ami meg kell tölteni, mint egy pitét. Kicsit meglisztezem. Szóval, ha úgy látjuk, hogy felér a széle tetejéig, akkor lehet beletenni. Óvatosan, mert szét is eshet. Szépen lenyomkodjuk. És ami túlél rajta, azt egy éles késsel levágjuk.
csak így rárakjuk a tetejére és húzzuk a kést. Ezt majd még mindjárt felhasználjuk. Egyelőre viszont azt kell megtennünk, hogy ezt kisütjük a sütőben körülbelül 10 perc alatt, vagyis úgy hívjuk, hogy elősütés. Azt úgy fogjuk csinálni, teszünk rá egy sütőpapírt, és elvileg ilyen kerámia golyókat kell belerakni, de ha nincs semmi gond, biztos van valami száraz hüvelyes otthon, bab, lencse, rizs, bármi, azt fogjuk rátenni, és így nem fog majd felpúposodni az alja. Ettől függetlenül egy-két lyukat azért vágunk rá, biztos, ami biztos. Nekem most egy kis sárga borsom van, azt fogom rátenni. És mehet be a sütőbe 10 percre. Amíg a pitén sül, a maradék tésztát gyúrjuk össze és nyújtsuk ki. Közben döntsük el, hogy hogyan szeretnénk díszíteni a piténket. Én most egy ilyen kiszúró formát használok. Addig gyúrom össze és nyújtom ki újra, amíg el nem fogy a tészta. Már kisült a piténk, csak annyi a dolgunk, hogy ezt kivegyük belőle. És mint láthatjuk, nagyon szép egyenes lett, jöhet bele a töltelék. Ha ráöntöttük a tölteléket, szépen elegyengetjük, majd a maradék tésztákat felhasználva pitét alkotunk belőle. És most mehet vissza a 200 fokos sütőbe. Körülbelül 15-20 perc alatt ez az egész készre fog sülni. Most vettem ki a sütőből, ismét ráégett egy-két dolog a formámra, úgyhogy ez a forma szebb már nem lesz. Viszont a pitink nagyon jól néz ki, már is kiveszem egy tányérba. Egyszerűbb először így. Megfogjuk itt az alját, és hirtelen megfordítjuk. Majd egy másik tányért rárakunk, és visszafordítjuk. És kész is van. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videóm, hogyha igen, akkor feltétlenül nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!